Éva, úgy tudom, hogy te is már elég régebb óta önkénteskedsz. Mit tudnál mondani az önkéntes munkáidról? Hát főleg gyerekekkel szeretek foglalkozni. Úgyhogy az összes kézműves foglalkozáson, földnapi rendezvényen igyekszünk a párommal ott lenni. Egy kis ideig voltam ott a Petőfi téren projektekkel. És amit legjobban szeretek csinálni, az havonkénti kézműves foglalkozások a börtönbe. Azt nagyon szeretem csinálni. Mert milyen szépségeit emelnéd ki? Konkrétan a börtönbe? Igen, de akár bármelyik, csak most nézzük hogy, először ezt. Hogy nem kell előítéletesnek lenni, és mindenkitől lehet tanulni. Nagyon szeretnek bennünket, amikor megyünk, és megdöbbentő módon mi is kapunk tőlük rengeteg pluszt. Tehát nem gondolnál, tényleg nincs ráírva senkire, hogy ki miért van ott is. És végül is az is igaz, hogy ha elfoglaljuk őket, ott a börtönben lévőeket, csak nőkkel foglalkozunk, akkor sokat nevelünk rajtuk, mert ha szabad idejük van, ott a beszűkült kis világukban, akkor biztos, hogy azt rosszra fordítják. Áskálódnak egymás ellen, meg minden, és így egy csapatban dolgoznak, meg eleve az rangot jelent ott ebbe a szűk közösségbe, hogy 15 fő az, akikkel tudunk dolgozni, és az igenis rangot jelent oda bekerülni. Egy kis darab külső világot viszünk, megtanulják, hogy apró dolgokból hogyan lehet mutatós, ízléses tárgyakat csinálni. Aztán egy kis környezettudatosságra neveljük őket, mert az is szempont, hogy ott használt anyagok nagy része az újra hasznosított anyag legyen. Úgyhogy én nagyon szeretek oda menni, mert segíteni jó. Meg azért is, mert sose lehet tudni, hogy majd esetleg én is segítségre szorulok, és akkor méltán várhatom így a viszonosság elve alapján, hogy én segítettem, mint a mesét. És akkor én rajtam is segítenek. Szóval, hogy jó tette éve is már. Mivel is akkor zárószóul mit üzennél a leendő önkéntesoknek? Miért jó önkénteskedni? Mert jó-jónak lenni. Ezt tudom mondani. Ez tökéletes válasz. Te is úgy tudom, hogy önkénteskedsz már egy ideje. Mit üzennél? Akkor így mondom, tapasztalt önkéntesként, hogy miért jó önkénteskedni? Elsősorban azért jó, hogy megtapasztalhatjuk, átérhetjük a másikon való segítés örömét, hogy sokkal jobb adni, mint kapni, és ez nem csak egy elcsípett. Laci, úgy tudom, hogy már te is közel 5 éve önkénteskedsz. Milyen indítatásból kezdtél önkénteskedni? Véletlenül kerültem bele ebbe az egészbe, de időközben annyira megtetszett, és annyira szeretek emberekkel, gyerekekkel foglalkozni, hogy végül is itt ragadtam. Szeretem csinálni. És mi az, ami éltet ebben a tényleg az önzetlen és önkéntes munkában, hogy miért maradtál itt, akkor erre elkérdeztetek? Hát végül is így meg tudok tanítani másokat különböző dolgokra. Nagyobb részben folyátékokért vagyok felelős. A Forrás Szabad Időközpontban, tehát gújjalábozni tanítom őket, meg ilyen régi népi dolgokra, amik régebben a szüleinknek volt a játékja, megpróbáljuk, hogy ne a számítógép előtt üljenek állandóan, hanem kicsit mozduljanak ki, és ezekkel foglalkozzon. Azt mondom, hogy önkéntesség, csak pár szóban esetleg kifejezésben, így mi az, ami kapásból feljön a lelkedből? Bármilyen téren való segítség. Hát itt most mindegy, hogy tehát akár balesetnél, akár bármiben. Ha tudok, akkor bármiben nagyon szívesen segítek. Itt Egerben mennyire nyilvánul meg ebben a 2011-es évben, ugye kimondottan az önkéntesség éve, hogy mennyire gyakoribb az önkéntesség, mint esetleg más években? Egerben nagyon erős civil élet zajlik. Nagyon sok és aktív civil szervezet működik a városban. Az idei önkéntességi év leginkább ráirányítja a figyelmet az önkéntesek munkájára. Tapasztalataim szerint mind a szociális szférában,
mind a környezetvédelemben, mind a rendezvényszervezésben rendszeresen tevékenykednek az egri civilek, úgyhogy én azt gondolom, hogy mondtam, ez a város egyik erőssége, és nagyszerűnek tartom ezt az aktivitást. Egy ilyen személyesebb kérdés, gondolom, hogy voltak olyan projektek, akár egy intézmény felújítása, vagy bármilyen jellegű, amikor ön is kilátogatott, van-e olyan élménye, ami a legjobban a szívéhez, vagy közel áll? Volt például a közelmúltban is olyan, hogy egy egri nagyvállalat megszervezte azt, hogy egy óvoda kertjét és kerítését rendbe teszik, és azért érdekes látni egy cég vezérigazgatóját, amint drótkefével súrolja ott a kerítést. Én azt gondolom, hogy azért is fontos az önkéntesség, hogy egy kicsit jobban megbecsüljük mások munkáját is, és mások áldozatvállalását. Így van, és meg lehet, hogy saját magunkat is. Igen. Zárul szól, mit üzenne a leendő önkénteseknek? Miért jó önkénteskedni? Vörös Marti Mihály fogalmazott úgy, hogy tégy és gondolj jót, és ez a jó gondolat, jó tett, ez egy tükörből visszamosolyog rád.